A betelepített németek sokféle mesterséget űztek az egész lakosság megelégedésére. Példás igyekezetük irigylésre méltó volt. A 21. századra azonban a régi mesterségek nagy része már feledésbe merült, vidéken is csak elszórtan űzik azokat. Tipikusan sváb mesterség a székfonás vagy székkötés. A lakosság egyre növekvő környezettudatossága miatt népszerűek a sásból, gyékényből és csuhéból készült székek. Ez nagyon régen kezdődött, mert egész kicsi gyerekkorom óta ilyen székeken ültünk. Tehát ez nekem egy teljesen természetes tárgy volt otthon. És amikor elkezdtem csuhéfonással foglalkozni, most már több mint 20 éve, akkor egy idő után felmerült az, hogy most már székkötést is meg kéne tanulni, főleg mert a nagyanyám azt mondta, hogy a nagyapám tudta csinálni, hát ő már szegény nem élt akkor. És akkor elkezdtem keresgélni a lehetőséget, hogy hogyan lehetne megtanulni, és ez volt nagyon nehéz, mert nem találtam olyan embert, aki megtanított volna, illetve hát nagyon nehezen végül is sikerült. És akkor utána már az alapokat megtanultam, utána már egyértelmű volt az autodidakta fejlődés, könyvek, különféle anyagok kipróbálása, és úgy jutottam el oda, hogy most háromféle anyagból tudok széket kötni. Én úgy gondolom, hogy ismerem nagyjából az összes technikát, ami Magyarországon előfordul, meg is tudom csinálni. Tímea elmondta azt is, hogy a legtöbb baranyai és tolna megyei családnak bizonyára ismerős lehet az úgynevezett sváb szék, de csak kevesen tudják, hogy ezek ófalusi sváb kötéssel készültek, ami már hungarikum, és sehol máshol nem készítik a világon. Amit legelőször megtanultam, az a sváb. Az annyira tipikusan sváb kötés, hogy az országban egyedül Ófalon csinálták. Viszont az ófalusiak tudni kell, hogy ellátták Tolna megyét, Baranya megyét, Fejér megye déli része, Somogy megye, sőt Bács-Kiskun megyének ez a délnyugati része is. Nagyon sok helyen megtaláltam ezt a fajta székkötést. Én azt mondom, hogy ez egy hungarikum egyébként, tehát ez a világon egyedülálló. Amiket találtam, még kutattam, képeket keresgéltem a neten, a világ minden részén kötnek széket, de ezt, amit az ófalusiak csinálnak, ezt nem ismerik sehol. Ezzel kezdődött, és akkor onnantól kezdve, igen, elsősorban a magyar motívumok, illetve hát itt azért tudni kell azt, hogy attól függ, hogy milyen anyagból készül a szék, attól függ, hogy milyen a motívum kincse. A svábok azok mindig gyékényből csinálták a székeket, és az érmeléken van még egy jellegzetes magyar motívum, ők viszont sásból kötöttek. A csuhéval kötött székek azok nagyon díszesek, de azoknál már nem lehet így behatárolni azt, hogy milyen motívumot. Mindig az, aki készítette, annak a saját ötlete, illetve hát azért lehet bizonyos környéken, tehát ha mit tudom én, valakinek tetszett valami, akkor azt leutánozta, és akkor így azért van amit lehet úgy beazonosítani, hogy nagyjából honnan ered, de az teljesen általános a csuhéval készült motívumok. Ezeknek nagy része csuhé. Ami mintás, az mindegyik csuhé. Tehát ezek a szép mintások itt. Itt minél ügyesebb a fonó, annál finomabban, annál bonyolultabb mintát csinált, ezt érdemes nagyon megnézni, mert ez különösen nehéz. Tehát ezek közül ez a legnehezebb, a legtöbb munkát igénylő. Ezek itt a sásból készültek, itt is ezt szeretném kiemelni, ez egy nagyon gyönyörű munka, gyönyörű, egyenletes, nagyon szép a színe is a sásnak. És itt vannak a gyékények, ebből nem sok van, ez a három darab, mert már elég nehéz gyékényhez hozzájutni. És itt is azért ezt szeretném kiemelni, ami megint egy nagyon-nagyon szép, gondos munka. Ezeket nem én csináltam. Ezeket az ország különböző részein fellelt mesterek csinálták nekem. És mindenki azzal az anyaggal dolgozott nyilván, amivel szokott. Ez az alapvető sávmotívum. Meg ez is az. Ez az ófalusiaknak a jellegzetes esztergált székváza, és rajta a jellegzetes ófalusi svábkötés. Még azt hadd mondjam el, hogy ez a szék, ez most már több mint 90 éves. Tehát nagyon tartósak, kemény fából készült a váz, nagyon sokáig lehetett használni.
Egyébként ez is egy nagyon régi székváz, ez már azért díszesebb, és az pedig mellette az, amit én most csináltattam, és megpróbáltam ugyanazt a mintát bele, egy kis díszítéssel. Az Országos Népi Mesterségek Művészete elnevezésű pályázat célja, hogy bemutatkozási lehetőséget adjon azoknak a kézműveseknek, akik nem a hagyományos népi iparművészeti ágak valamelyikét űzik, és a hagyományos technológiákat megmentik, megújítják, miközben a tárgyaknak új, korszerű formát adnak. Négyes tímea a legutóbbi pályázatra különleges, egyedülálló motívumokkal, a székely gyapjú szőnyegek mintáival készített székekkel nevezett, és második díjat nyert.